Sziasztok, drágáim! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek itt benneteket. Hát hoztam nektek egy újabb vlog videót, ami amúgy nagyon spontán érkezett, mert képzeljétek el, elmentem a papírboltba, Lizának megígértem, hogy valami ajándékot kell neki ma venni, és megígértem, hogy veszek neki, úgyhogy bementünk a papírboltba, ilyen kis apróságért, hogy valami tollat, hogy valami tényleg ilyen kis apró dolgot vegyen magának, és hát én ott megláttam egy-két elemet, és azonnali hatálya szerelmes lettem bele, és eldöntöttem, hogy készítek egy asztaldíszt, egy tavaszi asztaldíszt, úgyhogy ez fog most következni, megmutatom nektek, hogy miket vettem, és hogy mi fog belőle kisülni, azt nem tudom, de remélem, hogy jó lesz, úgyhogy maradjatok itt, és nézzétek meg velem, és tartsatok velem, nézzük meg, hogy hogyan is készítem el ezt az asztaldíszt. És akkor nézzük meg a résztvevőket, hogy miket is vettem. Na, amit legelőször megláttam, az ez a nyuszis, amúgy nem tudom, ilyen kerámia. Egy kis nyuszi van rajta, és ilyen, hát ilyen farangnek van imitálva. Amúgy jó, nehéz is, és akkor én 2690 forintért vettem. Tudom, hogy sokan gondoljátok most azt, hogy hát sokkal olcsóbb lett volna, hogyha veszek egy asztaldíszt, de én mindig a nehezebb utat választom, most is így tettem, és nem jöttem olcsóbban belőle. Na, tehát megvettem ezt a kis nyuszis virágtartót, és akkor vettem bele tulialit, annyira élethű, nem tudom, hogy adják nektek videóba, de borzasztóan élethű, és a levele is nem az a sejem virág, hanem ilyen gumis a virága. És ez 2400 forintba került. Na most az elméletben úgy van, hogy ezt valahogy ide fogom szépen belerakni, és akkor itt a következő résztvevő, imádom a gyöngyvirágot. Ez mennyibe került? 1600 forintba került. Ez fog így köré menni, így körbe. Mégpedig egy ilyen száraz oázissal fogom itt valahogy így majd kibélelni, és akkor úgy fogom odarakni. Ez az oázis, ez 650 forint volt. Nem is tudom, mivel kéne így belevágni. Hogy az csak kizárt, hogy ezt ki kéne vegyem ebből a zedényből, és úgy belerakni. Hú, nem is tudom. Ja, amúgy Liza vette magának ezeket a kis ilyen szivacs, hogy nem tudom, minek nevezik. Ilyen puhaanyagú, mint a szivacs olyasfél, és akkor volt hozzá ilyen filctól is, és akkor ezt ki lehet festeni. Most benn van a szobában, és a tanárnének ilyet készít, hogy visz a délutános tanárnének, és az osztályfőnökének is visz ilyet. És én pedig ezt a kis asztaldíszt valahogy meg is próbálom csinálni, úgyhogy hozok ide ollót. Meg először is megnézem, hogy ez kijön-e belőle, vagy hogy mi a helyzet van itt vele. Úgyhogy nézzük is. Na most lehet, hogy hülyeséget csinálok, de ugye ezeket a tulipánokat ki lehet húzni belőle. Várjatok, így. És akkor lehet, hogy én ezt az egészet ki fogom bélelni a száraz oázissal, és akkor így bele fogom szurkálni. Magyarul akkor lentén fog esni, és nem fog így ennyire kipuposodni, és akkor köré meg a gyöngyvirágokat. Gyöngyvirág, gyöngyvirág, lingelő gyöngyvirág, haragszik egy asszonyrád, vagy nem tudom, hogy van a szövege. Na, szóval a teendő, srácok, az, hogy hozok ide egy ollót, vagy kést, vagy valamit, amivel elsősorban is ezt kibélelem. Jaj, így is látjátok, mennyire aranyos. Amúgy nagyon összeillenek. Most így az összkép így nagyon jó lesz szerintem. Mindig megvan az elmélet, aztán a gyakorlat az nem mindig az, amit szeretnénk, de remélem, hogy jól fog együtt mutatni. Amúgy annyira aranyos ez a kis nyuszi rajta, hogy oda-vissza vagyok érte. Tehát ez a lényeg, hogy bementem egy tollat venni a papírboltba, és ki kellett menjek a kocsihoz mondani Krisztiánnak, hogy visszalendjen már még ide pénz. Amúgy úgy volt, hogy 5000 forinttal mentem be, mondom, jó, hát csak telik 5000 forintból ettől, és akkor még kimentem. Cseréljünk már valami inkább egy tízes, mert amúgy 10000-et költöttem összesen úgy, hogy Liza még vett magának egy ilyen kústartót is, meg egy tollat, meg ezt a tojásos valamit. Körülbelül 3 vagy 4-szer elmondtam már, hogy hozok ide tollat, vagy na, ollót, úgyhogy most tényleg ez következik.
levágtam ezt az oldalát, és Selinus régen, és most így fogom ére mellé, hogy vagy is vagyunk, és akkor ebből a fogam. Na most jön az, amikor el fogom rontani, hát hol megy ez még bele, még ebből mindig vágni kell. Csak inkább kicsiket. De miért vágom? Na jó, még itt vágom. A végén meg az lesz a baj, hogy túl kicsi lesz. Beleszólhatok? Beleszólhat. Ami nem úgy kéne, hogy egy erről mintát felvenni, és akkor rárakni, és akkor körbe rajzolni. Úgy is lehetett volna, csak hát ezt a mintát nem... Krisztián, miért nem mondtad hamarabb? Így. Hát körülbelül csak még jobban rá kell volna nyomni. Hát eltűrik ember. Jó, bocsássak. Figyelj, itt kéne berajzolni. Van egy toll. Van rá, és ha így a kerül már? Tessék. Maradom is. De ezzel nem könnyebb, mert fogom. Nem, mert az... Lizáé. Ne haragudj meg. Asztalra vigyázz, mint tőnök. Így. Jó, és akkor ezt a részét itt lenyessük. Addig fogunk, figyeljétek meg faracskálni, hogy nem marad belőle semmi. Amúgy már, amúgy. Ó, nem jó, már össze fog törni a tartó. De nem az a lényeg, hanem itt, az, itt kell belőle vágni, itt. Adjad neki, azaz. Amúgy nem, egy kisebb ítünk is rajta, már nagyon. Na most mondtad, de. Miért? Nagyot vágtál bele. De Anna Mari, miért nem a tetejéből vágtad? Mindjárt nem lesz belőle semmi. Aha. Most nyomd ki, aki hív, most ne hívjon senki, mert most nagyon nagy feladat vagyok. Itt. Mondod, hogy ott, de amúgy itt látod, hogy közben mi van? Amúgy itt feltűnt? Ezt mondtam neked. Itt kéne berajzoljad. Berajzolom neked. De az zalpó már nem lesz többet izé, csak mondom. Na, így, vágd el. Azaz, adjad neked. Hát szerintem... Megcsináljon, segítsek. Nem, most már nem engedem. Nem, már szerintem most már hagyjuk engedni kell. Bocsánat. Oh my god, ez bele fog menni, srácok. Nyulikám, bocsika. Uh-huh. A fülénél maga. Jó, szerintem ez. Nem mondd azt, hogy tökéletes, mert még itt le kell nyissam. Most ez egy földet ábrázol, helyettesítene? Hát olyasmi. Aha. Inkább valami kőnek nézni. Hát az most rendben. Nem érdek, hogy minek nézed, minek nem. De miért? Na jó, még innen egy cseppet veszek le. Na látod, jó lesz. Na most pacakos ki. Na! Jó, meg vagyunk. Nagyon jó, és akkor ebbe fogjuk beleszurkálni a tulialikat és a gyöngyvirágokat. Most már nincs más dolgunk, mint kiszedegetni őket. Segíthetek én is. Oh my god. Mit szeretném? Az úgy működik? Ez most így működik, hogy kotyára vettem meg a cserepet hozzá. Miért azt külön meg is vetted? Pedig oh, volt szálas tulipán is. Na hát miért ügyes vagyok? Mennyi volt az egy cserep? Jaj, drága Istenem! Nem akartam, hogy lásd! Na most, hogy most szivat? Nem szivatlak. Ez a való világ, hiszem. Most nem kéne nekem vágni ezeknek az aljából egy kicsit le? Így. Nem, miért kérem, hogyha tövig belenyomom, és akkor is le fog menni. És akkor középre benyomjuk a izét, a ragot. Ráadásul mi anyag csészel, hogy mi ez bögre? Menjen még lentebb, szerinted? Nem, az tökéletes úgy.
gyönyörű. Olyan, de amúgy azért fogd már meg, hogy ilyen gumis és életű. Ne, 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 ne! Ja, bocska. Ezt miért csináltad? Azt hittem, hogy örök el. Ne! Így eljön ide, Krisztiánom. Minden templomba kell, kisbabám. Majd a gyöngyvirágból, jó? Gyöngyvirág. Ez a gyöngyvirág. Gyöngyvirág. Csillingelő gyöngyvirág, haragszik Krisztiánra. Az gyöngyvirág akar lenni. Igen, amúgy ez így jó. És akkor ezzel meg azt fogjuk csinálni. Lizának, a ne egyelett. Hol? Összetollazta magát. Tudjátok a biztonság kedvéért, hogy nehogy szép legyen már itt a dolog, ezt is eltörjük. Levágjuk. Amúgy ebben drót van. El tudom ezt vágni ezzel a kis késsel, Krisztiánom? Hollóval kéne. Hollóval. Holló. Jó van, Anna-Mari. Megint ügyes vagy. Nem tudod, hogy mit csinálsz. El fogod vágni a kezelet. Akkor hogy szedjem? Leszedjem én? Aha. Add át akkor most el. De úgy szedjed, hogy maradjon a töve. Amúgy idáig így vagyunk. Nem olyan jó vagy most. Mi van most? Úgy akarom, hogy itt így el legyen így leppe. Nézd meg, még mit leszel, mert telek gyerekek. Nem bírom saját önmagamat. A szekrény tetején keresél ollót. Gyerekek, egy körömcsipesz mindenre megoldás. De a tövénél vág le, jó? Hogy legyen hely leszúrni. Hát nem közvetlen, ott egy kicsit fent úgy. Ha te azzal levágod, én nem tudom, mit csinálok. Liza, ez porlódik, ne nyomogáld. Sikerült leszedni. Na, hogy csinálja? Az összeset szedegesd le, de mindet így a tövénél, jó? Minden egyes ilyen kis ágat, és akkor én ezt így gondoltam el, hogy itt lesznek, és így bele lesz szurkálva. De úgy akartam, hogy itt ilyen dús legyen. Ha nem lesz dús, akkor mit fogunk csinálni? Hoppa. Akkor azt a virágot is szétszedjük, és be fogjuk ide rakni. Hát engem nem érdekel. Figyeljetek ide, mindig azt mondom, hogy na most nem fogok készíteni semmit, mert amúgy mindig többen jön ki. Veszek egy asztaldíszt, egy tavaszi kis asztaldíszt és viszontlátás, de persze mindig befűrök ezzel, hogy magam csinálom. De amúgy jó lesz ez. Amúgy nem lehet ezt kihozni, mert megkérdezem. Ki lehet a drót, amit kezdjek, nyomjon bele, tövig, akkor se fog úgy maradni. Jaj, bukrokban vannak a gyöngyvirágok, srácok, nézzétek, nincs csodálatosan szépek. Az összeset szed le, már mindet vele, valamelyikben egy darabban, és akkor így. Ám úgy csodaszép. Na jó, van gyerekek, leszedi a Krisztián, és akkor jövök vissza a tűzdeléssel, jó? Na, leszedte a Krisztián, hát most szerintem azt fogjuk csinálni hozzá. Miért? Mindegy, így fogjuk, és akkor így agyig beletűzdeljük. Mert úgy szeretném, hogy ilyen kis lombos legyen. Tudod, Krisztián? Kis lombi. Tudom. Várjál már, hogy azért minden feljusson ebben a... Így valahogy. Á, jó lesz, gyerekek! Csak legyen elég ez a gyöngyvirág. Gyöngyvirág, gyöngyvirág. Legszebb amúgy a gyöngyvirág. Nagyon tavaszi a gyöngyvirág, a tulipán, az a tipikus tavasz. Hát de ne legyen itt ilyen hézag, azt akarom ám. Itt leesett egy. Azt tudom én. Először is körbe rakom őket. Alakul. Lehet, hogy kellett volna 30 köteg gyöngyvirág, hogy ne legyen ilyen. A 30 doboz cserép. 2004 tisztelen. De amúgy nem a cserép volt annyit tisztelen, nem? Hát ez a gyöngyvirág. Igen? Hát mit vártál? Hát azt mondtad, csak ez volt, ami mondja. Nem, hát nem.
Vagyis nem. Szobában a tulipánnal együtt volt annyi. Tudod, mennyibe került egy szál tulipán? 200 forintba került volna, hogyha szálasba veszem. És akkor ez mennyi lenne? 2, 4, 6, 8, 1000. Gyerekek, 1000 forintból megúsztam volna, ha szállást veszek, de nem, így fizettem 2004-et. Hát okos, okos. Na, ennyire le legyetek okosak, mint én. Krisztián, mit csinálok? Miért nem szólsz rám, hogy Anna Maria? Elmondoskodjál már, mert ez nagyon szorul és... Szerintem nagyon jól néz ki. Igen. Az utolsó gyöngyike. Ó, Istenem. Mi a baj? Kevés. Nem tudom összenyomni, amúgy még kell. Összenyomjam? Hát, rajzoljak egyet. Nem buki kell szedni. Gondoltam el azért. Majd megnő, nyugi benne. Idióta. Na. A nyúl meg nem látszik, ó? Oh. Jó csináltad, megmondom őszintén. Szemből kell mutasd. De nem így. Úgy. Hát persze, hát elő mindig a virág van, ha elő legyen a levél. Így jó amúgy? Hát de ha letennéd, és megfordítanád így, akkor talán így jó lenne. Így hát itt nem, ez csinál. Zavar, hogy itt kilátszol. Hát így. Akkor hátul ott tegyél oda egyet előre. Meg amúgy ezt is így ez az igaz. Na tessék, látod mi ügyes? Tudunk amúgy itt még variálni. Szerintem olyan gyönyörű amúgy, mint egy kis csokor. Szerintem is. Az a baj, hogy olyan rosszul fordítod. De most tök mindegy, hogy merről fordítom, Krisztián. Az elejét tudod melyik? De a karácsonyfát feldíszíted elő, hátul kopasz marad? Nem, de hátul ez már most... tiszt, hátulját folyamatosan lássuk. Na így, na most lássuk először az elejét. Ez már nem elég oda. Mit csináltál? De élők oda, ott kilátszik pucéron. És? Tudod? Nem tudom. Ide kéne valami. Fű. Hát mindjárt hozok be. Ludvallok. Szedjek? Engem nem érdekel. Kicsitek ebből. Ó, egy szálat. Figyelj, beáldozom akkor őt, hogyha úgy van. De nekem ne legyen én kopasz. Ez nem élik oda. Miért nem élik oda? Nem élik oda. Oda inkább előre. Akkor így élik, hogy ott... Hát rakja oda előre kis zöldet, kicsiket, ilyeneket. Akkor hát nem élik oda. Ide se? Hátra. Hát hátul már megvan pakolva. Akkor megdob ki, azt nem élik oda. Hopp, persze már. Akkor meg ide rakunk egy kis füvet. Ilyet. Ez így már jó lesz, nem? Na így. Így. Na így már jó. Krisztián, te amúgy divat tervező vagy. Hát én tűztából vagyok fel. És ezzel még egy kicsit így fordítunk, hogy kifelé. Ez az eleje? Nem, már elmondtam százszor. Hát a nyúl a dísz rajta, ember. És? Nem az az eleje. Tedd le. Így. Ez az eleje. Így. Az igen. Na most írjátok meg így. Kommentbe, gyerekek, fordítsd rám. Írjátok meg kommentbe, hogy így az eleje, ahogy egyes a nyúl variáció. Van. Egyes, vagy ez az eleje. Kettes. Ez a kettes. Egyes, kettes. Melyik az eleje? Írjátok meg. Én a kettes. Szerintem mondom. Az egyes. Sőt, így. Az a baj, csak te magad fele fordítod, és itt nem lássuk. De az a baj, hogyha arról ülsz, akkor látod a kopaszabb oldalát, ha erről ülsz, akkor látod a virágosabb oldalát, de ha megfordítod, akkor teljesen ugyanott vagy, ahol érted? Akkor így az eleje. Nem, legyen így az eleje akkor. Így. De hogy tök mindegy, szerintem gyönyörű, kész. Nem? Gyönyörű. De nézd meg így felül nézetből is. Vagyis, hogy mutasd meg. Na, szerintem menjünk, vigyük ki a sokolát, nézzük meg. De miért oda kint? Ide az asztalra tervezted? Ide tervezted. Én azt kint te tervezted. Ne, ide tervezted. Hát akkor jöjj csinálj vissza. Csinálj egy kicsit így a tetejére. Hogy szerintetek? Szerintem mennyire elég ennyi tulipán bele? Amúgy nekem megvan az őszintét, nagyon-nagyon tetszik. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik. Összepakolik is milyen még egy kicsit visszajövök hozzátok. Na és akkor mit láthatjátok, el is készült itt a, amúgy is láttátok az előbb, csak már lepakoltam az asztalt, így sokkal szebb és mutatósabb. Ilyen lett az asztaldíszünk, nekem nagyon tetszik. Igaz, hogy helyt kilátszik alatta az oázis, de szerintem ez így lényegtelen, mert így is csodaszép és gyönyörű lett. Tudok nektek minden irányból,
És hát így az összkép azért. Na, tehát én azt mondom nektek, hogy ne hallgassatok arra az ösztönre magatokba, hogy könnyebb megvenni, igaz, az elkészített díszeket, de jobb érzés, ha te csinálod, és sokkal csodálatosabb érzés, hogy úgy gyönyörködsz benne, hogy te készítetted. Igaz, hogy ez zárójelben mondom, sokkal több van, de nem ez a lényeg, gyerekek, én nagyon örülök neki, és nekem nagyon tetszik, és oh my god, ez a tavasz olyan tavaszi hatást ad, brutál. Na, úgyhogy ennyi volt, srácok, ez a kis videó. Fogok nektek készíteni, ugye jön a tavasz, ilyenkor kertészkedünk, illetve jön a húsvét, úgyhogy fogok nektek több húsvéti videót csinálni, sütés videóval is jövünk. Aztán lesz még olyan vlogunk is, hogy húsvét készülődés, tojáskeresős. Na, de ezt még nem akarok annyira elővenni. A lényeg az, hogy hozok majd nektek sok-sok-sok vlogot még. Jövünk a Rász Family Show-val, aztán a mese is terve van. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha nem szeretnétek lemaradni a videóinkról. Puszilok mindenkit, aki feliratkozott, akik meg megteszik, azoknak meg dupla puszi, vagyis hát mindenkinek küldök puszikát, és nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok nekünk, és mindig hétről hétre itt vagytok a csatornánkon. Legyen csodálatosan szép estétek, napotok, mindegy, amikor látjátok ezt a videót. Jövök majd nem soká. Sziasztok!